van egy rögeszmém. Mindig olyan filmet szerettem volna csinálni, amilyet még soha senki nem csinált. Döcögve, nagyon, hogy mondjam, nem ment nagyon könnyen, de azért zömében, amit szerettem volna, azt azért megcsináltam. Azért is különleges a mai este, mert először itt ezen a vászon ez látható, az idén 40 éves legendás kultfilm teljes körülbelül felhívott változata. A 80-as évek elején a nagy bűnügyi története, ami tőlünk ezt a műfajt felrázta, de ugyanakkor egy nagyon érdekes társadalom politika is. A filmnek talán az egyik legnagyobb ereje az, hogy többet mutat, mint amit a történészek leírnak. Tudja, hogy hány láthatatlan kéz van ebben a városban, aki belenyúl a zsebekbe, és kiszedi onnét a nehezen összekuporgatott forintokat? Elkezdett a társadalmi holló, a kereskedő holló hatalmasan nyílni. Tehát ott egy mondanok, hogy a gazdabány nem tudja, hogy mennyibe kerül egy liter tej, vagy egy kiló kenyér, vagy egy kiló krumpli. Mai napig visszaköszönő mondatok. És annyira érdekes, hogy ezt a munkácsi meg az András felé tudták, hogy ezek a mondatok baromi hatásosak lesznek. Fölnyögtek a nézőtéren az emberek, amikor ez a pici monológot a kaibába törökokratól elhangzott. Szóval nem tudtam, hogy ilyen szenvedélyek jönnek a társadalomban. Ugyan már, kizsebelt volna ki téged. Mondom, pont ki? Pont téged. Két öreg asszony. Azt hiszem hivatásosak. 80. születésnapja alkalmából is, hogy ugye a dökkesejüket elevetítik, de én abban nem játszottam. Én abban a főszereplő nőnek, Maria Látkovszkának vagyok a hangja. Feri, szerinte ez egyenértékű a főszereppel? Hát én nem így gondolom. Mama, adjál oda ennek az embernek 500 ezer forintot. Ellenkező esetben meg fog ölni. Nagyon komoly munka volt a ma filmnek a nagyvetítőjében. Ez akkor úgy zajlott, hogy a hangmérnök és a rendező az följebb ült kívül, és én pedig egy ilyen hatalmas stúdióban, és volt benne egy asszisztens, aki egy speciális asszisztens volt, tehát ő kifejezetten a szájmozgást és nézte, tehát hogy mennyire vagyok szinkron, akkor nem úgy mentek ez ott a dolgok, hogy volt közel képernyő, de egy hatalmas kivetítő, tehát egy csodálatos volt. Én nagyon szívesen segítenék, de nekem is van 20 rongy kártyasorom is. Különben is ismered a magyar. Mentem a filmjába, és mondtam, hogy hát akkor én ezt szeretném megcsinálni. Mondták, hogy hát miért? Hát mondtam, mert ez egy fantasztikusan jó írás, és megmondom. Hogy vagy, apa? Pénz kell. Másé úgysélsz. Egyszerre egy súlyos társadalomkritika, egy nagyon erős közérzetfilm, miközben minden szempontból újat hozott a maga műfajában, technikailag is, tehát hogy rendkívül bravúros volt ez az egész üldözés jelenet, vagy egyáltalán ahogy bonyolított a filmet a rendező, és hát az operatőrnek, Ragályi Elemérnek is nagyon kiemelkedő szerepe volt ezekbe a felvételekbe. Például ez volt az első olyan magyar film, amiben Steadicam kamerát alkalmaztak. Egyszerre tudta a Cserhalmi azt a kiszolgáltatottságot érzékeltetni, aminek egy 80-as években egy magyar ember ki volt téve. Másrészt viszont a tökéletes bűnöző az is, amit magára vesz, és ahogy nyomoz, ahogy önbíráskodik. Egyébként egy milliós nézőszámot elért ez a film, és 40 országba adták el külföldön. Az egyes, ilyen 12-08 a piros laga, az ősvezér tér felé tart!